Sziasztok! A mai órán ö, raktáros fogalmakat ö, fogjuk először átismételni. Ugye a fefo forgási sebesség tárolás, szabadhelyes tárolás, komissziózás, FIFO-elv, raktárgazdálkodás, biztonsági készlet, halmozás, lifo tárolási egység és minőségirányítás fogalmát fogjuk először átismételni, hiszen ezt fontos tudni akár a raktáros ö, vizsgán is, illetve utána majd foglalkozunk majd feladatokkal is. De nézzük meg a fogalmakat. Tehát a FEFO elv az nem más, mint a first expired, first out. Tehát azt használjuk fel először, amelynek előbb jár le a szavatossági ideje. A forgási sebesség, a forgási sebesség a készletezési, és értékesítési tevékenység viszonyát jellemző mutatószám. Tárolás. Tárolás. Az anyagok, árok, nyugalmi állapotát jelenti, a tárolt áru épségének, minőségének, mennyiségének megóvása mellett biztosítani kell az áttekinthetőséget, történhet álvány nélküli és álványos módon is. Szabadhelyes tárolás. A szabadhelyes tárolás bárhova, bármely cikk betárolható, így jobban kihasználható a tárolótér, de nehezebben követhető. Komissziózás Az áruk megadott megrendelések szerinti kigyűjtése és összeválogatása. A megrendelés átvételével kezdődik, és a kigyűjtött áruk rendelésenkénti összeállításával fejeződik be. Fef FIFO elv, bocsánat, FIFO elv, tehát first in, first out. Az elsőként bejövő egységet, árut egységrakományt használjuk fel először. Raktárgazdálkodás. A raktárgazdasági technikai, technológiai és szervezési tevékenységeinek összessége. Biztonsági készlet. A felhasználás zavartalanságát biztosítja. A készlet nem csökkenhet tartósan e szint alá lifo elv, tehát Last in First Out. Az utolsóként bejövő egységet használjuk fel először. Tárolási egység. A raktári tárolási rendnek megfelelő mértékű és tömegű egységrakomány vagy gyűjtőcsomagolás. Tárolási egység. Ugye azt néztük meg az előbb. Minőségirányítás. A minőségirányítás a vállalati felső vezetés által szervezett és tervezett erőforrásokkal támogatott, a vevők megelégedettségét célző minőségirányítási rendszer stratégiái kialakítása és működtetése. Tehát a fogalmakról nagyjából ennyit, és akkor térjünk rá egy feladatra is, egy másik feladatra, ahol ki kell találni, hogy melyik fogalomra illik az alábbi meghatározás. Olyan sajátos soros rendszer, aminek a tárolási magassága meghaladja az általános szélú emelőtargonzák által elérhető emelő emelőmagasságot. Az áruk álványokba helyezését, illetve kivételét keskeny folyosókon közlekedő felrakó gépek, vagy rugalmas mozgásra képes felrakó targoncák végzik. Vajon mi lehet ez? Melyik fogalom illik le? Nos, hát az elején már úgy kezdi, hogy olyan sajátos soros állványrendszer, aminek tárolási magassága meghaladja az általános célú emelő targoncák által elérhető emelő magasságot. Tehát ez nem más lesz, mint a magas raktár, hiszen itt az általános szélő emelő targoncák nem képesek fölemelni a, a legmagasabb polcra a termékeket, illetve az árut. Tehát ide azt kell beírnunk, hogy magas raktár. Ez annak a fogalma, hiszen nagyon magason van, és az általános szélű emelő nem érik el. Nézzük akkor a következő fogalmunkat. Egyrészt azon munkaműveletek csoportja, amelyel kialakítják az áru burkolatát, másrészt jelentheti a burkolatot alkotó anyagok és eszközök összességét. Felolvasom még egyszer. Egyrészt azon munkaműveletek csoportja, amelyel kialakítják az áru burkolatát, tehát azon munkaműveletek csoportja, amelyek kialakítják az áru burkolatát. Ezt nagyon fontos itt megjegyezni. Másrészt jelentheti a burkolatot alkotó anyagok és eszközök összességét. Tehát burkolat. Tehát az áru burkolata az nem más, mint a csomagolás. Tehát csomagolás. Volt ez, hiszen burkolat. Áru burkolata. Nézzük a következőt azok az áruféleségek, anyagok és tárgyak, amelyek a szállításuk során tűz és robbanás veszélyt, egészségkárosító, főként maró mérgező hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak. Tehát olyan áruféleségek, amelyek szállításuk során tűz és robbanás veszélyt, egészségkárosító, főként maró mérgező hatást, vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak, milyen áruk lehetnek ezek, vagy milyen anyagok? Tűz és robbanás veszély. Egészségkárosító. Ezek nem mások, mint a veszélyes anyagok, tehát a megoldás az ez. Nézzük a következőt adathordozója egy olyan címke, amely egy mikrocsipet és egy antennát tartalmaz. A mikrocsip feladata az adattárolás. Az antenna pedig rádióhullámok segítségével kommunikál az olvasó egységgel. Meghatározott frekvencián. Az alkalmazási területtől függően léteznek passzív, csak olvasható, és aktív, írható és olvasható címkék. Tehát Mik ezek a mikrocsipek? Melyik eszközbe? Vagy milyen azonosítási módszer lehet, ami mikrocsipes? Mindenki gondolkozzon egy kicsit, és mindjárt megmondom a megoldást. És amíg mindenki gondolkozik, addig felolvasom még egyszer a mondatot. Adathordozója olyan címke, amely egy mikrocsipet és egy antennát tartalmaz. A mikrocsip feladata az adattárolás, az antenna pedig rádióhullámok segítségével kommunikál az olvasó egységgel meghatározott frekvencián. Az alkalmazási területtől függően léteznek passzív, csak olvasható, és aktív, írható és olvasható címkék. Tehát ez nem más, mint ugye meghatározott frekvencián. Tehát rádióhullámos frekvencián. Tehát akkor innét ki lehet találni, hogy ez nem más, mint a rádiófrekvenciás azonosítás fogalma. Rövidebb nevén R, F, I, -D. Tehát az RFID azonosítás, tehát a rádiófrekvenciás azonosítás fogalma. Nézzük a következőt. Egyszerű, könnyen érthető gyakorlatilag leírása annak, hogy az adott szektorban milyen higiéniai szabályokat kell követni, az esetleges előforduló veszélyek kézben tartásának módja. Foglalkoznia kell az adott területre jellemző valamennyi lehetséges tevékenységgel, és előfordulható veszéllyel. Tehát itt látjuk, hogy egyszerű könnyen érted, hogy és leírása annak, hogy az adott szektorban milyen higiéniai szabályokat kell követni. Tehát ez nem más, mint a jó higiéniás gyakorlat fogalma. Jó. Higiéniás Gyakorlat, tehát GHP, ez a GHP fogalma, tehát a jó higiéniás gyakorlat. Nézzük az utolsót! Lényege, hogy a szervezetek értékteremtő képességét fokozzuk, a folyamatos fejlesztés módszerével az érték előállítási folyamat átfutási idejét csökkentsük, a hozzáadott értéket nem teremtő veszteséges, Veszteségek ö, szisztematikus feltárásával és csökkentésével. Felolvasom még egyszer, hogy ö, még jobban ö, megragadjon bennünk. Tehát lényege, hogy a szervezetek értékteremtő képességét fokozzuk a folyamatos fejlesztés módszereivel. Az érték előállítási folyamat átfutási idejét csökkentsük a hozzáadott értéket nem teremtő veszteségek szisztematikus feltárásával és csökkentésével. Tehát a veszteségek szisztematikus feltárása és csökkentése. Ez nem más, mint a LEAN management fogalma volt. És nagyjából így az első oldalra végeztünk is. És akkor majd haladunk tovább. És akkor itt is vagyunk a következő oldalon. Írja be az ábrába a raktártechnológia moduljait. Tehát itt látjuk ezt az ábrát, nekünk ezt kell kitöltenünk. Tehát akkor kezdjünk is bele. Első helyre, ide. Az kell írni, hogy áru beszállítás, következő helyre tárolás, utána lévő helyre komissziózás. Ide. Expediálás. És legalúra raktárirányítás. És a legtetején, ami ugye ezt a kettőt összeköti, az a kitárolás. Tehát helyesen így kell kinéznie ennek a táblázatnak. Tehát ez a raktár technológiai modulja. Tehát árubeszállítással kezdtünk, utána tárolás, komissiózás, expediálás. És ugye ezeket irányítja a raktár irányítás, és ugye a tárolás és az expediálásnál van ugye a kitárolás. Tehát a tárolásból ugye kitárolás, az expediálás. Tehát kiveszik a raktárból az anyagok, amit beszállítanak, azt ugye komissziózzák, illetve expediálják máshová. Tehát elveszik az a raktárból az anyag. Tehát tovább értékesítik, eladják, ö, vagy végfelhasználóknak, vagy ö, viszonteladóknak. Tehát kitároljuk a raktárból az anyagot. Tehát akkor még egyszer vegyük át. Árubeszállítás, tárolás, komissziózás, expediálás, és is ezt irányítja a raktár irányítás, illetve a tárolásnál már elkezdődik egy kitárolás, ami az expediálásnál véget ér. Következő feladat. Milyen tényezőktől függ a raktározási technológia, Soroljon fel legalább ötöt közülük. Tehát akkor felsorolunk a tet. Tárolási feladat, raktári munkafolyamatok. Tehát raktári munkafolyamatok. Be- és kiszállítási infrastruktúra. És most jön a negyedik. Uh, rendelkezésre álló humán erőforrás. És most jön az utolsó, tárolóhelyek elrendezése. Tehát milyen tényezőktől függ a raktározási technológia? Soroljon fel legalább ötöt közülük: tárolási feladat, raktári munkafolyamatok be- és kiszállítási infrastruktúra, rendelkezésre álló humán erőforrás, tárolási helyek vagy tárolóhelyek elrendezése. Következő, itt láthatunk egy kis ábrás feladatot, olvassuk is el akkor, hogy mi a feladat. Párosítsa, össze a képet a megfelelő megnevezéssel. Nagyméretű csomagolás, IBC, porcos áványos tárolás, rekeszes állványos tárolás, tárolóládás áványos tárolás, görgős állvány, keresztirányban eltolható állvány, galériával kettéosztott osztott porcos állvány, nagy csomagolás, LP, magas raktár, konzolos áványos tárolás, a megfelelő számot írja be a kép mellett található körbe. Tehát nézzük meg, mi az a nagyméretű csomagolás, tehát az egyes. A nagyméretű csomagolás az ez. Itt láthatjuk a kis ábrát, tehát ez az egyes. Következő. Polcos álványos tárolás kettes. Polcos álványos tárolás, itt láthatunk álványt, és akkor benne ilyen polcokat, tehát ez a kettes. 3. rekeszes állványos tárolás, az pedig ez. Itt láthatunk ilyen állványt és benne ilyen ö, rekeszeket. Negyedik, tárolóládás, állványos tárolás. Az ez. Ilyen kis tároló vannak az állványban, bár itt a képen nem valami jól látszik. Ötös, görgős állvány. Azt itt láthatjuk. Ez a görgős állvány. Hatos. Kereszt irányban eltolható állvány. Az ez. Itt láthatjuk, tehát itt láthatjuk a kis kereszt hornyokat. Mindjárt megmutatom itt tollal. Tehát itt, itt van az a kereszt irányú torony, amiben csúszik ez az állvány. Tehát innél tudjuk, hogy ez a kereszt irányban eltolható állvány. Következő galériával ketté osztott polcos állvány, az mindig ez. Tehát ö, olyan, mint a galéria, tehát így körbe lehet járni, föl lehet mászni, gyalog is, tehát nem kell hozzá targonca, tehát ez a galériával ketté osztott polcos állvány következő nagycsomagolás LP De hát ez nagyon könnyű azt itt találjuk, tehát nagycsomagolás 9. magas raktár hát a magas raktárt könnyű felismerni hiszen nagyon nagy építmény és nagyon nagy épület ebből ismerjük fel 10. konzolas állványos tárolás az nem más, mint ez ilyen kis fali konzolok vannak és azon lehet tárolni hosszabb anyagokat is, tehát ilyen kis konzolos tárolás. Tehát ez, ez egyértelműen következtető, hogy ez az. És akkor nagyjából ez a feladat. Ennyi is lett volna úgyhogy hogy megyünk tovább a következő oldal feladataira. És akkor itt is vagyunk a következő oldalon, és akkor nézzük is meg, olvassuk el ezt a feladatot. Nevezze meg a képen látható eszközt, csomagolóanyagot, tárolási módot. Itt láthatjuk őket, tehát kezdjük akkor az elsővel. Azt nem nehéz kitalálni, hiszen ez egy szabványos síkrakodólap. Következő. keresztirányban, tehát itt láthatjuk a sint, keresztirányban eltolható állványok. Tehát ez is megvan. Következő, ez az úgynevezett emelőtargonca. Hát vagy villás targonca. Hiszen villája van. Tehát mindenki eldöntheti, hogy melyiket akarja odaírni. Következő. Társított csomagolóanyagok. Következő. Egységrakomány képző eszköz. Tehát akkor meg is vagyunk. Tehát az első, az a szabványos sík rakodólap, második kereszt irányban eltolható állványok, harmadik emelő targonca vagy villás targonca, a negyedik ugye a társított csomagolóanyagok, és az ötödik az egységrakomány képző eszköz. És akkor nézzük is a következő feladatot, írja be a kipontozott részre a hiányzó szavakat. Pont, 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 bármilyen jellegű termék darabáróvá tehető csomagolással tehető bármilyen jellegű termék darabáruvá. Tehát csomagolással. Az áruk pont, pont, pont érkeznek a raktárba, ezek egyúttal az átvételi igazolásra is szolgálnak. Tehát az áruk szállítási okmánnyal érkeznek a raktárba. Tehát az áruk szállítási okmánya lékeznek a raktárba. Ezek egyúttal az átvételi igazolásra is szolgálnak. Következő. A pont, 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 pont egységes egészé fogja át a raktári részfolyamatokat. folyamatokat. Tehát a raktár irányítás egységes egészé fogja át a raktári részfolyamatokat. Tehát a raktár irányítást kell ide beírni. Tehát a raktár irányítás egységes egészé fogja át a raktár részfolyamatokat. Következő. Ha a veszélyes árut tartozó, tartalmazó küldemény darabokat szállítani akarják, általában veszélyesség és kezelési bárszákkal is meg kell jelölni. A pont. pont, pont csúcsra állított alakú jelkép méretre, a küldemény darabokon általában 10x10 cm-es harcsomagolás, ehhez nem lenne megfelelő méretű, lehet kisebb is, de mindenképpen jól láthatónak kell lennie. Tehát, veszélyességi és kezelési bárcák is meg kell jelölni azokat. hm <laughs> csúcsára állított. Alakú jelkép. Tehát, a veszélyességi bárca, Bárca csúcsára állított négyzet. Tehát itt láthatjuk a négyzetet, csak annyi, hogy csúcsára van állítva. Ha hogy elforgatjuk ezt, akkor valóban egy négyzetet kapunk, ami csak csúcsára lett állítva, vagy meg lett pördítve jenni. Tehát a csúcsára állított nézet alakú jelkép. Következő. A pont, pont pont olyan vezetési filozófia, amely a vevő igényeinek maximális kielégítésére helyezi a hangsúlyt, és a szervezet minden ö, folyamatának, termékének és szolgáltatásának állandó. Tehát a teljes körű minőség ö, management, olyan vezetési filozófia, amely a vevő igényeinek a maximális kielégítésére helyezi a hangsúlyt, és a szervezet minden folyamatának, termékének és szolgáltatásának állandó javítására törekszik. Tehát ez a teljes körű minőségmenedzsment, tehát a TQM. Tehát felolvasom még egyszer. A teljes körű minőségmenedzsében TQM olyan vezetési filozófia, amely a vevő igényeinek maximális kielégítésére helyezi a hangsúlyt, és a szervezet minden folyamatának, termékének és szolgáltatásának állandó javítására törekszik. Nézzük akkor a következő mondatot, ezt. A pont pont, pont komissziózás azt jelenti, hogy nem használnak papíralapú információ hordozót az áruk kiszedése során. Tehát ez a bizonylat nélküli komissziózás azt jelenti, hogy nem használnak papírok, papír alapú információhordozót. Tehát bizonylat nélküli. Következő. A pont 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 alkalmazása a azt jelenti, hogy előbb érkezett áruk, árut előbb kell kiadni. Tehát a ez nem más, mint a FIFO elv. Tehát a FIFO elv alkalmazása a raktárgazdálkodásban azt jelenti, hogy az előbb érkezett árut előbb kell kiadni. Következő a pont 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 anyagmozgató gépekre jellemző a ciklikus működés, amely rakott és üres menetet is tartalmaz. Tehát mi lehet az az anyagmozgató gép, amelyre jellemző a ciklikus működés, amely rakott és üres menetet is tartalmaz. Milyen anyagmozgató gép? Tehát a szakaszos működésű anyagmozgató gépekre jellemző. Tehát nagyjából majdnem ennyi is, mert még van hátra egyetlen egy feladat itt ezen az oldalon. Tehát a pont 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 egy jegyzékszerű kimutatás, amely a gazdálkodó eszközeit és forrásait egy adott fordulónapra vonatkozóan mennyiségben és értékben is tételesen felsorolja. Tehát ez a leátár. Tehát a leálltál egy jegyzékszerű kimutatás, amely a gazdálkodó eszközeit és forrásait egy adott fordulónapra vonatkozóan, mennyiségben és értékben is tételesen felsorolja. Tehát nagyjából akkor ennyi lett volna ezen az oldalon ezek a feladatok. Úgyhogy menjünk is tovább a következő oldalra. Itt vagyunk a következő oldalon, ez egy rövid kifejtős feladattal indít, tehát válaszoljon az alábbi kérdésekre. Milyen anyagok tárolására használják a silót? Tehát a silót por alakú termékek és gabonák tárolására használjuk. Mit jelent a raktározásnál a FIFO elv? Amit először raktároztak be, azt kell először felhasználni, ezt jelenti a FIFO elv. Tehát ami először érkezett, az használják fel először. Ennyi a FIFO el. Milyen típusai vannak a bizonylat nélküli komissziózásnak? Tehát a papír nélküli, tehát amikor nincsen kinyomtatva, nincsen leírva, hogy mit kéne kikomissziózni, annak is akkor nézzük is, hogy milyen fajtái vannak a bizonylat nélkülinek. Tehát beszédvezérléses komissziózás, fényvezérlési komissziózás, online árukigyűjtés adatgyűjtő terminállal. Tehát ennyi típusa van a bizonylat nélküli komissziózásnak. Tehát beszédvezérléses, fényvezérléses és online árukigyűjtési adatgyűjtő. Negyedik. Egységrakományok képzésénél mivel történhet az áru rögzítése? Az áru rögzítése történhet ugye pánszallaggal, zsugorfóliával, és stretch fóliával. Tehát páncralag, zsugorfólia, és stretch fólia. Ezzel tudjuk rögzíteni. Ötödik. Mivel kell ellátni a veszélyes anyagok csomagolására használt eszközöket? A veszélyes anyagok csomagolására használt eszközöket kóddal kell ellátni. Kód nélkül egy csomagoló eszköz nem használható anyagi... Nem, bocsánat, tehát kód nélküli csomagolóeszköz nem használható. Tehát a veszélyes anyagok csomagolására használt eszközöket kóddal kell ellátni. És kód nélkül nem lehet, nem lehet használni ezt a csomagolóeszközt. Következő. Milyen felelősség terheli a raktári dolgozókat? Anyagi és lehetári felelősség terheli a dolgozókat. Mire adhatnak utasítást a kezelési bárcák? A kezelési bárcák, ahogyan nevük is jelzi, a küldemény darabok kezelésére, illetve rakodására adnak utasítást. Tehát a kezelési bárcák, tehát a küldemény darabok kezelése, kezelésére és rakodására adnak utasítást. És akkor hogy jöjjön akkor a 8. Mi a HACCP rendszer célja? A fogyasztók részére értékesített élelmiszer ne legyen az egészségre ártalmas, tehát ez a célja a HACCP rendszernek. Tehát a fogyasztók részére értékesített élelmiszer ne legyen az egészségre ártalmas. 9. -es. Tehát az utolsó. Határozza meg, majd ismertesse a leltár fajtáit. Vagyon megállapító leltár létezik: elszámoltató leltár, ellenőrző leltár, rendkívüli leltár, átadó és átvevő leltár. Nézzük is a vagyon megállapító leltárt. Minden vállalkozásnak évente egyszer teljes körű leltárat kell készíteni. Év végén a mérleg készítéséhez az összes álló és forgóeszközöket is felmérik. Elszámoltató leltár. A tulajdonos készíti, elszámoltatja az üzletvezetőt és a dolgozókat. Ellenőrző leltár. Általában az ellenőrző szervek végzik, NAV, kereskedelmi felügyelőség idegen számla nélkülű árut keresnek. Rendkívüli leltár. Valamilyen rendkívüli esemény bekövetkezésekor készítik, például a betörés, tűzkár. Átadó, átvevő leltár. Üzletvezető váltás vagy tulajdonos váltás esetén történik. Következő. Eldöntendő válaszok a raktározási témakörből. Első. A raktározás fontos feladata. Mindenkit hagyok egy kicsikét gondolkozni, hogy hát ha kitalálja. Tehát a raktározás fontos feladata a különböző logisztikai folyamatok összekötése. Mit jelent a dinamikus komissiózás? Mindenkit hagyok kicsit gondolkodni. Tehát a ö, dinamikus komissziózás, a kigyűjtendő áruféleségeket a kigyűjtési helyre mozgatják. Tehát a kigyűjtendő áruféleségeket a kigyűjtési helyre mozgatják. Harmadik. Melyik az a tényező, amely meghatározó lehet egy raktár építésénél? Mindenkit hadd ők egy kicsikét gondolkozni. Tehát melyik az a tényező, amely meghatározó lehet egy raktár építésénél? A be- és a kiszállítási költségek minimuma a helyes megoldás. Negyedik. Melyik tárolási rendszerben a legmagasabb a hozzáférési mutató? Az álványos tárolási rendszerben. Tehát melyik tárolási rendszerben a legmagasabb hozzáférés mutató, az álványos tárolási rendszerben a legmagasabb. 5. A felsoroltak közül melyik a tárolóeszköz? A B. Tehát az eltolható álvány az tárolóeszköz. A leltár érvényesítésének feltétele. A felelősség érvényesítésének feltétele az nem más, mint az áru szabályszerű átvétele. 7. Mit jelent a raktári expediálás? Magyarán az expediálás azt jelenti, az áru kiszállításra történő előkészítésé. Tehát a raktári expediálás az áru kiszállításra történő előkészítését. 8. Hogyan számítható a készletforgási sebesség? Tehát a készletforgási sebesség úgy számolható ki, hogy az értékesített termékek bekerülési költsége osztva az évi átlagkészlettel. 9. -es. A tárolási, technológia kialakítását nem befolyásolja. Mi nem befolyásolja a távolási technológia a tárolási technológia kialakítását mi az, ami nem befolyásolja. Tehát a tárolási technológia kialakítását nem befolyásolja a megrendelések gyakorisága. Tizedik. A komissziózási folyamatnak nem része a kivételezési jegyzék kialakítása. Vagy kiállítása. Tehát a komissziózási folyamatnak nem része a kivételezési jegyek kiállítása. Ez fontos megjegyezni. Tehát a komissziózási folyamatnak nem része a kivételezési jegyek kiállítása. 11. A magas raktárak új generációjának siló az anyagmozgatási rendszere. És akkor megnézzük, hogy akkor mi is itt a helyes megoldás. Tehát a magas raktárak új generációjának a siló az anyagmozgatási rendszere mi lehet? Tehát... Vagy kézi, vagy automatizált, vagy kettő kombinációja. Gondolkozzunk el egy kicsit, hogy hogy is néz ki egy siló. Tehát a siló az ilyen, ilyen nagy valami. És mindig látunk valamit itt lejönni. Ugye itt a siló, és akkor mindig látunk itt valamit lejönni. Ez nem más, mint a futószallag. Tehát csak futószallag. Tudja, tehát teljesen automatizált. lehet a siló. Tehát nem lehet kézi erővel itt ennek a bonákat itt szépen ki vinni, hanem egy automata rendszer kiszállítja, illetve be is teszi. Melyik vonalkód használatos a végső értékesítésnél? Én is már nagyon sokszor beszéltem róla az eddigi videóim során, tehát az a GTIN 13 Az alábbiak közül melyik a statikus tárolási mód? A bejárható állványos. Az statikus. Tehát az alábbiak közül melyik statikus tárolási mód, tehát a bejárható állványos. 14 az alábbiak közül melyik dinamikus távolási mód? Tehát a gördíthető állványos. Mi az előnye a bizonylat nélküli áru kiszedésnek? Az áru kiszedés pontosságának növelése. Tehát mi az előnye a bizonynalat nélküli árukiszedésnek? Tehát az árukiszedés pontosságának növelése az a lényege. És akkor nézzük is a 16-ost. A HACCP rendszer. Az egy élelmiszer biztonsági rendszer, mert egyébként erről volt is videóm, ahol bemutatom ezt nektek. Tehát az egy élelmiszerbiztonsági rendszer. 17. -es. A veszélyes áruk átvételekor az első ellenőrzési ponton Még nem végeznek mélységi ellenőrzést. Tehát ez a helyes megoldás. A veszélyes áruk átvételekor az első ellenőrzés ponton még nem végeznek mélységi ellenőrzést. 18. as A minőségi átvétel, illetve ellenőrzés lehet az ellenőrzés nélküli elfogadás. Tehát a minősége, minőségi átvétel, illetve ellenőrzés lehet, ellenőrzés nélküli elfogadás is. 19. A lányok 18 éves kor alatt kézben legfeljebb 15 kg terhet vihetnek. E az eseti foglalkoztatásban. Tehát 18 éves kor alatt a lányok legfeljebb kézben 15 kg terhet vihetnek. A raktár irányításnak fontos eleme a készletgazdálkodás. És itt jön az utolsó, az alábbi veszélyes áruosztályozások közül melyik vonatkozik a raktározásra? Látunk ADR-t, WC-t, RID, -t, meg ADN-t. Tehát melyik az, amelyik a raktározásra vonatkozik? A WCI. Tehát a WCI vonatkozik a raktározásra. Tehát az alábbi veszélyes Áruosztályzások közül melyik vonatkozik a raktározásra? A VCI. Tehát a veszélyes áruosztályozások közül a VCI vonatkozik a raktár raktározásra. 22. Az állványkiszolgáló kiszolgáló gépek elhagyhatják a tároló teret? Nem, mert csak a tároló tárolóállványok között sínrend, sín szerkezeten mozognak. Tehát az állvány kiszolgáló gépek elhagyhatják a tároló teret? Nem, mert csak tároló tárolóállványok között sín mozognak, tehát nem is tudják elhagyni. A dinamikus komissziózás eljárásnál az áru kiszedés automatikus? Önmagában dinamikus komisziózás megnevezés még nem jelent automatikus árukiszedést. Tehát a dinamikus komisziózás, jelvesne az árukiszedés automatikus? Mm -mm, nem. Önmagában a dinamikus komisziózás megnevezés még nem jelent automatikus árukiszedést. Az expediálás jelentése. A raktározásból történő kiszállítás hatékony előkészítése. Tehát az expediálás jelentése, a raktározásból történő kiszállítás hatékony előkészítése. 25. és az utolsó ilyen tipmixes kérdés, melyik csomagolásfajta jelölésére használatos a jt 14 vonalkód? A gyűjtőcsomagolásra. Mert ott ugye több adatot tartalmaz. Ugye azt is megmondja, hogy a jt 14 hogy egy csomagolásban hány darab JT-13-as termékünk van. Akkor a következő feladatot nézzük is. Igaz vagy hamis, illetve meg is kell indokolni, hogy miért. A szabványos síkrakodó a fából készült mérete, 1000 x 1000 mm. Ez mindenképp hamis lesz, mivel nem 1000 x 1000 mm. Hiszen a sík rakodólap mérete 800 x 1200 mm. A raktári Átbocsájtás képessége egy mutatószám, ami azt fejezi ki, hogy egy adott időszakban a raktár milyen volumenű áruforgalom lebonyolítására képes. Ez igaz. Tehát a raktár átbocsájtási képessége egy mutatószám, ami azt fejezi ki, hogy egy adott időszakban a raktár milyen volumenű áruforgalom lebonyolítására képes. Az EDI informatikai rendszer az ember által olvasható formátumú papírt, a számológép által olvasható formátumú, elektronikusan kódolt, kódolt dokumentummal helyettesíti. Ez igaz. Tehát az ED informatikai rendszer az ember által ö, olvasható formátumú papírt a számítógép által olvasható formátumú elektronikusan kódolt dokumentummal helyettesíti. Igaz. A letározás kötelezettséget jogszabály írja elő, ami alapján minden gazdálkodó szervezetnek negyedévenként vagyom megállapító leeltárt kell készítenie. Ez így ebbe a formába nem igaz. Tehát hamis. Tehát három évenként kell, nem negyed évenként, hanem három évenként kell vagyon megállapító leltár. Tehát nem negyedévenként kell, hanem három évenként vagyon megállapító lehetőséget kell készíteni. A HACCP rendszer kialakítása során meg kell határozni a kritikus szabályozási pontokat. Ez így ebben a formában igaz. Tehát a HACCP rendszer kialakítása során meg kell határozni a kritikus szabályozási pontokat. nézzük is az utolsót. A kézi hidraulikus raklap emelőt béka úgy kell megrakni, hogy a súlypontja minél magasabban legyen. Hamis. Ezt már csak azért is tudjuk, mivel egész sok targoncás videót csináltam, én targoncás elmélettel foglalkozó videót, úgyhogy ezt már alapból is ö, tudjuk, hogy ez nem igaz. Hiszen úgy kell megrakni, hogy a rakomány súlypontja minél alacsonyabban legyen. Tehát a kézi hidraulikus raklap emelőt béka úgy kell megrakni, hogy a rakomány súlypontja minél alacsonyabban legyen. Úgy a helyes. És akkor el is érkeztünk az elméleti kérdéssorunk utolsó feladatához, ami szintén egy tipmixes feladat, de mi helyesen fogunk rá válaszolni. A hagyományos és a magas raktár közötti különbség csak a tárolási magasságban mutatkozik meg. Hamis. Tehát nem csak a tárolási magasságban mutatkozik meg. Tehát a hagyományos és a magas raktár közötti különbség csak a tárolási magasságban mutatkozik meg. Tehát ez hamis, mert nem csak ebben. A bizonylat nélküli komissziózás azt jelenti, hogy nem használnak az árukiszedéshez papíralapú információhordozót. Ez teljes mértékben így igaz is. Hiszen a bizonylat nélkül komissziózás azt jelenti, hogy nem használnak árukiszedéshez papíralapú információhordozót. Azért nem be van fénybeli, illetve hangvezérelt, illetve vision. Buy, tehát ilyen ö, szemüveg mutatja, hogy melyik árut kell kiszedni, és az, hogy mennyit. Fényvezérelt, tehát ezek mind papír nélküliek, tehát nem kell hozzá jó papír. Tehát a hang, egyébként a hangvezérelt az a pigbaj by voice más néven egyébként, de nem mennék bele most a részletekbe, hanem haladjunk tovább a feladatokkal, mert így is hosszú ez a videó. A bizonylat nélküli komissziózási módszernél Folyamatirányítás és a végrehajtás közötti kapcsolatokra legerterjedtebb használatos eszköz a rádiófrekvenciás adatátvitel. Igaz? Tehát a bizonylat nélküli komissziózási módszernél a folyamatirányítás és a végrehajtás közötti kapcsolatokra legerterjedtebb használatos eszköz, a rádiófrekvenciás adatátvitel. A csomagolás egyik lényeges funkciója az áruvédelem. Ez így igaz. A csomagolás fontos feladata a termékek mennyiségi minőségi védelme, valamint a környezet megóvása termék hatásaitól. Tehát ez is igaz. Tehát a csomagolás fontos feladat a termék mennyiségi, minőségi védelme, valamint a környezet megóvása a termék hatásaitól. A csomagolás, a hatodikat nézzük, a csomagolás megtervezésénél figyelembe kell venni az áru tulajdonságait, az elosztás módját, eszközeit és a várható klimatikus körülményeket. Igaz. Nézzük a hetediket. A dinamikus komissziózás a gépi eszközzel történő árukiszedés jelenti. Nem. Tehát ez hamis. Tehát nem. Nem gépi eszközzel történő árukiszedés jelent, a dinamikus komissziózás. 8. A FIFO alkalmazása a raktárgazdálkodásban azt is jelenti, hogy a raktár... Ö... Bocsánat, itt kihagytam egyet, mert ugye ö... rossz helyre tettem be az X-et, tehát itt jártunk és véletlenül ide tettem, de... Mindjárt orvosolom a problémán, tehát a DIMAX kommersziozás a GPS eszközletről teátrikizázás jelenti, tehát ez hamis volt, ugye ide jön a megfelelő rublik, és akkor nézzük a 8 -est. A fifo elv alkalmazása a raktárgazdálkodásban azt is jelenti, hogy a raktár kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az érkezett áruhoz előbb lehessen hozzáférni. Igaz. A FIFO elv alkalmazása a raktárgazdálkodásban. Azt jelenti, hogy a raktár kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az érkezett ágonhoz előbb, előbb, érkezett árhoz előbb lehessen hozzáférni. 9. A FIFO elv minden rak, raktáras tárolási rendszer esetében automatikusan megvalósul. Tehát a fifo el minden raktár, raktáros tárolási rendszer esetében automatikusan megvalósul. Ez hamis. Következő. A tizedik. A fogyasztói csomagolás kódja 15 számjegy. Ez hamis szintén. Tehát nem 15 egy az EON kódja. 11. A gördíthető állványos tárolás vízszintes vagy függőlegességben mozgó, végtelenített láncra felfüggesztett tároló elemekből áll. Hamis. Tehát a Gördítető állványos tárolás, vízszintes vagy függőlegességben mozó végtelenített láncra felfüggesztett tároló áll, ez így hamis, tehát nem. 12. A két lépcsős komissziózásnál a kiszedési ciklusok száma csökkenthető. Igaz. 13. A kétlépcsős lépcsős komissiózás jellemzője, hogy minden egyes megrendelés külön-külön gyűjtenek ki, majd rendelés összeállítását végzik. Hamis. Tehát a két lépcsős komissziózás jellemzője, hogy minden egyes megrendelés külön-külön gyűjtenek ki, majd a rendelés összeállítását végzik. Ez így ebben a formában nem igaz. És akkor nézzük is a 14-es. A raktár technológia kapacitását a tároló tér magassága határozza meg. Hát ez hamis, mert nem a tároló tér határozza meg. 16. A raktár kapacitás. Az adott tárolási móddal rendelkező raktár maximális befogadó képességét jelenti. Ez bizony igaz. Tehát a raktár kapacitás az adott tárolási móddal rendelkező, raktár maximális befogadó képességét jelenti. Tehát ez igaz volt. 17. A statikus árukiszedés azt jelenti, hogy az árukiszedést végző felkeresi a kiszedési jegyzékben szereplő tételek helyét, és elvégzi az áru kigyűjtését. Ez igaz. Tehát ez igaz volt, hiszen a statikus árukiszedés azt jelenti, hogy az árukiszedést végző felkeresi a kiszedési jegyzékben szereplő tételek helyét, és elvégzi az árukiküjtését. 18. Az expediálás a raktárból való árukiszállítás jelent. Hamis. Tehát az expediálás nem a raktárból való árukiszállítást jelenti. Egydimenziós áru kiszedésnél a kiszedési magasság minimum 4 méter kell, hogy legyen. Ez is hamis. Tehát egydimenziós áru kiszedésnél a kiszedési magasság minimum 4 méter kell, hogy legyen, ez nem igaz. A komissziózás, 20. persze, az jön. A komissziózás a tárolt árukból való kiszedés jelenti. Ez is hamis hiszen a komisziózás nem a tárolt árakból való kiszedést jelenti. 21. Általában a raktár épületen belül a tárolótér a legnagyobb helyszükségletű, melynek minél gazdaságosabb kihasználásra kell törekedni. Ennek legjellemzőbb mutatója a tárolótér térfogat kihasználási mutató. Ez igaz. A papír bizonylat nélküli információs kapcsolat esetében a komissziózást végző dolgozó valamilyen kijelző term terminálon kapja az utasítást. Tehát a bizony, bizonylat nélküli komissziózás végző dolgozó valamilyen kijelző terminálon kapja az utasítást. Ez igaz. Milyen ja, nem papíron van leírva, hanem vagy hanggal, vagy képi utasításokkal. Tehát akkor nagyjából így végeztünk is volna ezekkel a feladatokkal. Jó sok idő volt és jó hosszú, bár ö, elég sokat tanulhattunk meg ezekből. És köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást és sikeres vizsgát!